szobornézés szenzitivista szemszögből. A képzőművészeti koncepciómat szenzitivizmusnak neveztem el. E koncepciómat megismerhetik a YouTube-ra telepített a szenzitivizmus bemutatója Újvidéken című videómon. A szenzitivista nézésmód szobor esetében nem egyezik meg a festmények szenzitivista nézésének folyamatával. A szobor nézésekor két különböző, teljesen elkülöníthető érzékelés folyamatot viszek végbe. Az első érzékelés folyamat egy mondatban így fogalmazható meg. Érzékelem a szobor tömege, a taglat tömegei, karakterét és szándékát. Ezután a szobor mentális terét és annak nagyságát. Majd a mentális térben működő erőt és ezek alapján az egységes téridőt. Ez bővebben, részletesebben mondva egy kis magyarázattal a következő. A szobor alkotója a tömegek taglaltsága ritmusával, a tömegek alakja irányultságával szándékot adhat a formák és az egész szobor. A szándék lehet bezárkózás, kinyillás, levegés, folyás, robbanás, lüktetés, ringás, valami sugallása és sok más. A szobrot körbejárva a formák, tömegek, térfogata és szándéka érzékelését leggyakrabban a körvonalak végigfutásával kezdem. De ha a szobor fényes, ezt megelőzi a fénytörés vonalainak lekövetése. Ha már megéreztem a tömegek térfogatát, a formák mozgás vagy mozdulat szándékát, akkor tekintetemmel végig simítom a formák felületeit, érzékelem anyaguk mienségét, textúráját. A szobor szándéka, a síkok felületének miensége, a formák körvonalának érzete egységesen képezi a szobor karakterét. Ha már ezeket pontosan beazonosítottam, figyelmem a szobor mentális terére irányítom. A szobor mentális terét nevezhetjük a szobor aurájának, kisugárzásának is. Igyekszem a mentális teret minél pontosabban érzékelni és vizualizálni. A mentális tér alakja és nagysága eltér a szobor alakjától és nagyságától. E folyamat összetettebb, ha a szobor figuratív, vagy ha a szobor használati tárgy is. Ha kettő vagy több szoborból csoportot alakítunk ki, a szobrok mentális tere összeadódik, és kialakul a csoport egységes mentális tere. Ha egy szobor mentális terét nem sikerül megérezni és vizualizálni, úgy segítem ki magam, hogy a szobrot egy másik szoborra párosítom, és csoportot hozok létre. Egymás közelébe teszem a két szobrot, hogy a mentális terek összeadódjanak, és kialakuljon a közös mentális tér. Ezután lassan távolítom egymástól a két szobrot, addig, amíg meg nem szűnik a csoport közös mentális tere. Így megkapom a szobrok mentális terének nagyságát, és ez elősegíti, megkönnyíti a mentális terek vizualizálását is. Ez a technika csak a kisebb méretű szobroknál alkalmazható. A szobor mentális terében működhet saját különös idő is. Szerintem az idő érzékelésére a bámulásos módszer a legalkalmasabb. Megtalálom a távolságot, ahonnan legjobban látszik a formák irányultsága és a mentális tér. Onnan úgy nézem a szobrot, hogy megkettőződjön a szobor látszata, így bámulva várom az idő érzetét. Ha így nem sikerül megérezni az időt, a következő technikához folyamodok. Elfordulok a szobortól annyira, hogy a szobor a jobb vállam irányában legyen. Fejem fordításával láthatóvá teszem a szobrot, vagy elfordulok tőle.
Ha elfordulok, képzeletben látom a szobrot és a vizualizált, elképzelt mentális terét, amiben az idő érzetére figyelek. Ha nem sikerül, váltok. Úgy fordulok el a szobortól, hogy a bal vállam irányába legyen, és így próbálkozok az idő érzékelésével. Ha sikerül érzékelni az időt, ezt az érzetet egységesítem a szobor karaktere és mentális tere érzetével. Ez a téridő érzete, a szobor mi volta, amit némi költői szabadsággal a szobor erejének, töltetének, hatóképességének is hívhatunk. A második érzékelési folyamat. Érzékelem és tudatosítom a saját érzéseimet és szándékaimat a szobor tömegével, tömegeivel és a szoborral egészével kapcsolatban. Egyes festmények virtuális terének karaktere az abban működő idő érzete számomra élvezetes, kellemes, izgalmas. Ezekben a figyelmem szívesen elidőzik. Egyes képektől pedig legszívesebben elfordulok. Számomra kellemetlen a figyelmem tartózkodása azok terébe. De ezek esetében sem. Soha nincs olyan érzésem, hogy én abban a virtuális térben valamit tevékenykednék, átrendezném, felforgatnám, vagy bármilyen műveletet végeznék. A szoborral más a helyzet. Egyes szobrokhoz hozzábújnék, másokat kilökném egyensúlyukból, megnézném, mi van a belsejükben, megemelném érzékeim súlyukat, stb. Egyes szobroknál erős késztetést érzek az alkotói folyamat folytatására. Megváltoztatnám a színüket, a kerámia szobrokat kiégetném magasabb hőfokon, áthelyezném a galéria másik szegletébe, stb. E hatásmechanizmus mentén minden szobor hat rám, valamilyen szándékot kivált belőle. De egyeseknél ezt fokozottabban érzékelem. Például a mobil szobroknál, a dadaista, a konceptualista szobroknál, az installációk és a tájban végzett intervenciók esetében. Egyes szobroknál annyira dominál az első hatás, a szobor térideinek érzete, hogy eltörpül a második hatás és a kialakult tevékenység szándékom, nem is regisztrálom, vagy nem adok neki jelentőséget. Úgy látom, egyes szobrok, installációk alkotói eleve nem szándékoznak alkotásaiknak érzékelhető téridőt adni. Alkotásaik célja a nézők felhívása saját szándéka érzékelésére, és a néző provokálása, kényszerítése saját szándékuk visszafogására, elfolytására. Egy kiállításon többek között egy téglakupac volt kiállítva. Egyértelműen éreztem a szándékom a téglákat egyenként felvenni és következetesen mind kidobálni az ablakon. Nem dobáltam ki. Úgy vagyok szocializálva, hogy a néző nem végez intervenciókat a galériában. A művészek és a kiállításrendezők alkotói szabadsága teljes. Szerintem a nézőknek is ki kellene harcolni néhány alapjogot, azon kívül, hogy kimehetnek a galériából, ha nem tetszik a kiállítás anyaga. Vagy be sem mennek. Hasonló jellegű kiállításon friss homokkupac volt kiállítva. Megnevettetett. Tudatosítottam a szándékom, vizelettel lukat fúrni a laza homokban. Nem tettem. De folyamatosan nyomasztott az enyhén nedves homokkupac jelenlétének tudata, mivel a galéria parkettapadlója megrongálódhat. Amikor túljutok a szobor szenzitivista megfigyelésén, letapogatásán, elnyátszogatom a gondolattal, mit szándékozott mondani a szobrász ezzel az alkotással, és mit sikerült mondani akaratán kívül. Érzékelhető-e a határozott közlési szándék, vagy a hangulatbeli testi-lelki állapotáról szobra által tett tanúbizonyítás?
viszonyságot. A szenzitivista eljárás betartása biztosítja a művek tiszteletét, feltárásuk fokozatosságát és következetességét. A szenzitivista eljárás a néző légzését lelassítja, elméjét elmélyült állapotba hozza, merengésre, következtetésre készteti.